És akkor maradunk a focinál és a Fradinál. Idézek, vérzik a szívem a Fradiért, nem szabad ezt a nemzeti kincset külföldi ingatlan befektetőkre bízni, nyilatkozta napokban a Zöldfehér klub egykori elnöke, állami jótevője, egyszer mint egy letűnt politikai korszak, fehér öltönyös munkamestere Tornyán József. Elnökválasztásról a Fradi volt, de Fradi lesz-e kérdésről ejtünk szót az egykori földművelésügyi miniszterrel és Fradi társadalmi elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No. Nem voltam társadalmi elnök, rendes elnöke voltam a Fradinak, csupán nem vettem fel fizetést, mert az volt az álláspontom, hogy a Fradit rendbe tenni csak úgy lehet, ha valaki önzetlenül betesz és nem kivesz. Rendet csinál. No, azt mondta mostanában, hogy Kamcsatkától Új-Zélandig írnak, és leveleket küldtek önnek, és mit írnak ezekről a tájakról? Mindenki aggódik, mi lesz. Sőt, hadd mondjam el, még Jakutföldről is kaptam. Még Jakutföldről is aggódó leveleket. Hát én úgy gondolom, hogy mindenki meg van döbbenve, hogy hogy lehetett a Fradival, a magyar nemzetnek ezzel az égkövével azt csinálni, ami a Fradival történt. De ki és mit csinált, mit gondol? Hát az én megítélésem szerint ebben az országban mindenkit tönkretettek, aki igazi nemzeti érzésű. Tehát tönkretették a Fradit, tönkretették a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Pártot, és tönkretették az egész országot. Hagyták, hogy a nemzeti vagyon közel 94%-át szétlopják, ugyanezt történt a Fradival is. Hát nézze meg, hogy például a csodálatos népligeti sportlétesítménnyel, az utánpótlási bázisával a Fradinak mi történt. Romokban hever, pedig egy olyan csodálatos létesítmény, és olyan fejlesztésbe fogtunk bele az én elnökségem alatt, ami egész Európa figyelmét oda vonz hatta volna, elnök mégis sikerült ezt megtenni. Úr, azt mondja meg, próbáljunk ennél konkrétabbak lenni. Ön ezek szerint például azt nem hiszi el azokat a számokat, hogy az angol befektető a Ferencvárosba több milliárd forintot fektetett be? Hogy persze, hogy nem hiszem el, hát nem vagyok bolond, már ne haragudjon. Ugye azt olvastam, hogy ő 9 milliárd forintot én fektetett be a Fradiba. Kicsit sokkal tűnik, ez teljességgel valótlan. Hát nyilvánvalóan ezt úgy hozzák majd ki. Hát ezt jól lehetett látni előre, hogy ez fog bekövetkezni, hogy majd néhány afrikai éhező gyereket a Magreb országokból be fog hozni, akik szeretnének focizni, és akkor azt mondja, hogy ez 300 millió forintba került, az 500 millióba, az 800 millióba, holott egy kanyik rajcárt nem érnek, sőt ugye a Fradi utánpótlását is ellehetetlenítette, hogy legyen utánpótlás, mert ezekkel a futballozni nem tudó gyerekekkel töltötték fel a Fradit. Tehát itt teljesen egyértelmű, hogy ez egy olyan üzleti tranzakció volt, amit jól lehetett előre látni, hogy a Fradit tönkre fogja tenni. Amikor önnek idején ön volt az elnök, igen, akkor nagyságrendileg, de az se baj, ha pontosan meg tudja mondani, mennyi pénzt tettek, juttattak a futballba? Tehát csak a nézek, kérem, azért nem lehet a mai viszonyokhoz hasonlítani az akkori viszonyokat, mert bármit hazudozott is a média, a valóság az, hogy akkor még az állami költségvetésnek is részét képezte a Ferencvárosi Torna Klub. Tehát azt kell, hogy mondjam, az államtól is jött egy bizonyos összeg, és ezt kellett pótolni, de ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, ugye amikor az elnökséget átvettem, akkor a Fradi csődközeli állapotban volt, és akkor én átvilágítottam gazdaságilag, beszélgettem a Fradi tisztelő mentőtársasággal, ugye a dalnoki jenőikkel, a Fradit féltőtársaságnak hívták őket, és megtudtam, hogy mi az álláspontjuk, mit kellene tenni annak érdekében, hogy a Fradit meg lehessen menteni. A Janus Pannonius Egyetemmel, konkrétan Kecskés professzor úrral, aki az egyik legnagyobb magyar
magyar polgári jogász és az Európai Unióban is egy köztiszteletnek örvendő professzor, vele elkészítettem az új szervezeti és működési szabályzatot, és olyan pénzügyi átvilágítást végeztettem el, amelynek következtében büntetőfeljelentést tettem a Fradi elhertált 100 milliói miatt, és emellett egy olyan keménykező gazdasági igazgatót tettem oda, aki a Fradi pénzügyeiben igyekezett rendet teremteni, bár ez nem volt könnyű, hadd mondjak erre egy-két példát. Ugye az közismert, hogy Augiász istállója volt a Fradi pénzügyi területein is, így például találtunk olyan vásárlásokat, hogy 35 millió forintért vettek meg egy olyan futballistát, aki talán 10 percig még a cserepadon sem ült, utána a szabad listára tették. De a Szabicsot ugye mindenképpen hosszabb időre szerettem volna a Fradi számára biztosítani. Kiderült, hogy nem volt a Fradinak 300 ezer forintja, hogy a Szabics játékjoga miénk legyen. Így ugye az osztrákoktól... Igen, parancsolj. Bocsásson meg, hogy közbevágtam. Próbáljunk már arra választ keresni, hogy mi lehet a megoldás. És most arra gondolok, hogy ön említette, akkor deklaráltan is világosan is kapott a Fradi állami támogatást Földművelési Minisztérium. Hagyományosan ugye a Ferencváros ez az ágazathoz tartozott már akkor régóta, évtizedek óta élelmiszeripar, mezőgazdaság. No de, az én kérdésem az, hogy mit gondol? Az volna adott esetben a megoldás, hogy ki kellene mondani, hogy ha bár piac van Magyarországon a labdarúgásban, de a Fradi egy olyan különleges valami, hogy azt igenis lehessen adott esetben állami tulajdonban tartani, az állam vállaljon benne szerepet, mert, és erre hozhatunk ezer érvet, például azt is, hogy annyira kiemelkedik a mezőnyből, szurkolótábora, stb. Minden megtépázottsága ellenére is. Tehát ezt kell kimondani, vagy pedig kell egy magyar befektetőt találni, teljesen piaci alapokon, vagy egy konzorciumot, mi a megoldás ön szerint? Nézze, kérem, a Fradi nemzeti kincs, tehát az, hogy a Fradit meg lehessen tartani. Hát nemzeti kincs, ami nincs lassan, tehát azért kérdezem. Stimmel, hogy... de mégis ugye azt kell, hogy mondjam önnek, talán nem kellene mindenünket elherdálnunk, minden értékünket, ami van. Tehát a Fradira szerint? Ismételten azt mondom, hogy nemzeti kincs, tehát az államnak is vannak kötelezettségei a nemzet égkövének a megőrzése érdekében. Emellett természetesen a magyar vállalkozókat is be lehet vonni. Ugye a Fradinak a fénykorában is, ha jól emlékszem, Kohn és Kornfeld urak voltak azok, akik tömték a Fradi zsebét. Ugye, tehát nem lehet egy Fradit mondjuk egy videótonnal helyettesíteni, bármennyi pénzt is pumpálnak abba bele, mert ahhoz, hogy egy ilyen klubot létre lehessen hozni, nem csak 100 év kell, nem csak rengeteg pénz kell, hanem szerencsés körülmények, ugye annak idején a Grundokon nevelődtek a tehetségek tömegei, a Fradinak volt egy olyan nevelési szisztémája, ami úgy ugyancsak ontotta a tehetségeket, nem győzte a Fradi a jelentkező fiatalokat felvenni, képezni, annyian jelentkeztek. Tehát kell állami tulajdon, azt mondja. Kérnék szépen, mindenképpen kell, és nem lehet engedni, hogy a Fradival azt csinálják, ami most szemmel láthatóan be fog következni. Szerintem ilyen módon megmenteni a Fradit nem lehet, ahogy ennek most. Látja-e értelmét az olyan javaslatoknak, ötleteknek, például a Szejler József volt ügyvezető vetette föl, ez korábban is felmerült, hogy hát bizony itt vannak a szurkolók, lehetne egy részvénykibocsátás, az ERT-ből lehetne nyílt RT, magyarán mondva, meg lehetne próbálni a szurkolókat is bevonni a tulajdonlásba. Ennek látja értelmét? Hát ma nem. Ma nem? Ma nem. Mikor? Kérni szépen, hogyha ez az ország gazdaságilag olyan helyzetben volna, hogy vannak jó
jómódú polgárai, de ma van egy szűkörű csoport, egy parazita csoport, amely kifosztja a többséget. Hát ebben a helyzetben néhány emberre korlátozódik a lehetőség, hogy ők pénzügyileg járuljanak hozzá, mint ahogy ez most a Videóton esetében van. Ugye a Fidesz kormányzati erejére és a Orbán Viktor erejére tekintettel, most a Széles Gábor, a Csányi, a Demján, meg nem tudom én még kik, ugye tömik a Videóton kasszáját, és igyekeznek, egyébként nagyon örülök annak, hogy pénzt fektetnek ebbe bele, de ennek csak akkor van igazán értelme, hogyha a magyar labdarúgás égköveit megtartjuk, és itt nem csak a Fradira gondolok, hanem ide tartozik ebbe a körbe az Újpest is, a Vasas is, és a Honvéd is, még az MTK is. De még hát én úgy gondolom, hogy most messze nem ezen az úton járunk. De bocsásson meg, azt helyesnek tartja, hogy például ugye elvileg ma könnyen lehet, hogy Kubatov Gábort megválasztják a Fradi elnökének, tehát azt, hogy felelős magyar politikusok próbálnak közbelépni és segíteni azokkal a folyamatokkal szemben, hogy akkor most itt kinek a kezére kerül, meg hova játsszák, meg hogy adják el a klubot. Tehát ez adott esetben része annak az állami szerepvállásnak, amit ön üdvösnek tart, nem? Nézze, kérem, ma nem lehet másként megmenteni a Fradit, csak úgy, hogyha politikai támogatást is kap, hiszen a tönkretétele is politikai indítatású, ezt nekem világosan le kell szögeznem. Na most a Kubatov Gábor személyével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy adott esetben ez megoldás lehetne, ha a Kubatov Gábornak a Fideszben olyan érdekérvényesítő képessége lenne, hogy a Fradit meg tudja menteni. De én attól félek, hogy nincs valóságos érdekérvényesítő képessége, ma érdekérvényesítő képessége a Fideszben már csak Orbán Viktornak van. Orbán Viktor pedig volt Vasas Drucker, Újpest Drucker, most Videóton Drucker, ő a Fradit, hogy nagyon finoman fejezem ki magam. Amikor messze nem vásárolt bérletet. Kérni szépen, az lehet, hogy bérletet vásárol, de én már abban a korban vagyok, amikor különbséget tudok tenni szavak és tettek között, tehát azt kell, hogy mondjam, Orbán Viktor nem szereti a Fradit, és én attól félek, hogy ez közrejátszik abban a helyzetben, hogy a Fradi most talpra állni nem igazán fog elhúzódó tudni. Elhúzódó válságra számít ezek szerint? Egy rendkívül elhúzódó válságra számítok. Én úgy gondolom, most az olyan becsületes embereknek, mint például a Bruckner edző úr, a túlélésért kell küzdenie, és a jó Isten adjon nekik lelki erőt ahhoz, hogy ezt ők keresztül tudják sikerrel vinni, ezt a nagyon-nagyon nehéz megpróbáltatást. De ugye én arra gondolok, hogy sajnos az, hogy a megkébék két vállalata kötött a Fradival szerződést. Én úgy gondolom, hogy ha itt megpiszkálnánk, hogy a két vállalat anyagilag hogy néz ki, akkor nagy valószínűség szerint, ez a véleményem, nem konkrétum, a véleményem szerint az egyik bármikor becsődöltethető, vagy valamilyen trükk megoldható vele. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nagyon hosszadalmas alkudozás, tulajdonjogi viták és anyagi viták lesznek, és ugye nem lesz közben egy lehetőség arra, hogy a Fradit arra helyre tegyék, amit megérdemelne. Nincs utánpótlása a Fradinak, szétverték az utánpótlást, bázisát szétverték, és azt kell, hogy mondjam, nyerészkedők tépik szét ezer részre a Fradi testét. Nagyon nagy baj van a Fradi. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Figyelni fogjuk az eseményeket, és meglátjuk, hogy hogyan alakul. Köszönöm, hogy megosztotta a véleményét. Én köszönöm a lehetőséget, és azt, hogy ennyire a szívükön viselik a Fradi sorsát. Köszönöm szépen.